Számtalan beszélgetést csináltunk már a mezőgazdaság különböző szereplőivel. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a hallgazdaság számára is mindig az éghajlat. Hát úgy tűnik az osztály nem változik, a szárazság továbbra is meghatározza a mindennapjainkat. Változott-e valami a legutolsó beszélgetésünk óta? Igen, egy kicsit rosszabb lett, hiszen naponta másfél-két centi vizet veszítünk el. Mi is, a Balaton is, meg a Velencei tó is természetesen. Tehát azt kell mondanunk, hogy egy-egy hideg front, ami enyhülés hoz a növényzetnek, a vízhelyzetet szinte semmit nem változtat, maximum annyit, hogy a tegnapi nap nem párologtunk, mert talán esett egy 6-8-10 mm-nyi csapadék, ami jött. De hát azt kell mondjam, ha átnézek a túlsó oldalára a Dunának, hát ott katasztrofálisabb a helyzet, és nem a halas oldalon, mert ott nem érdekes módon, épített módon az akkori, a 70-es évek öntődő csatorna rendszerei és feltöltő rendszerei, amelyek még működnek úgy, ahogy, hiszen 50 éve nem nyújtunk hozzájuk, azok még el tudják látni az Alföldi nagy gazdaságokat, Ízzel, Szegedet, Hortobágyot, úgy, ahogy Bihorugrát. A Dunántúli helyzeten viszont a növénytermesztés ott katasztrofális. Szóval dacárodnak, hogy nem az én kukoricám, meg napraforgóm sül ki, de nagyon-nagyon rossz volt nézni és látni azt, hogy ezek a növények ott szenvednek és sülnek ki. Hát mi együttérzésem minden tiszántúli kedves földművelői katasztrófa van ott. A Dunántúlon fordított a helyzet, itt ez a kis csapadék pont arra jó, hogy túléljen a növényzet, egy közepes termés látható, bár ez nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, mert a talaj felső rétege néhány centiméterre kap egy kis vizet, amit egy liternyit nem enged tovább, egyetlen megcsillanó vízcsepet nem látunk egy árok aljába, tehát nincs ilyen, viszont a növények túlélnek, mi sajnos nem. Itt a helyzet nem jó, kb. 40 millió köbméter víz hiányzik a halastavokból, felmértük, mert akartunk egy felmérést csinálni, és hát én nem is látom azt a megoldást, ami lehetne. Olyan tömegű csapadék már nem tud érkezni, ami a halastavak vízellátásán számottevően javítani tudna, hiszen ebben az óriási vegetációban és a föld felszín talajvíz telítettségének ismeretében, ami gyakorlatilag alig van, látható, hogy bármennyi csapadék is esik, egy-egy helyi óriás zápoltól eltekintve, ami általában városokra húlik jellemző módon, itt nem lesz vízután pótlás, tehát nekünk egy kegyetlen sanyargatós évünk lesz, ami nyugodt szívvel mondhatom, minden nap rosszabb, mert hogy nem tud jobb lenni, hiszen napi 1-2 cm víz, az bizony rengeteg, hogyha mondjuk egy hónap távlatába gondolkodunk. Mennyire viseli meg ez a halálományt? Nagyon. Nagyon. Folyamatosan üldözi minden. A halevő modra tömkelege bekötődött a halastavakra, 40 centis vízbe a 30 hektáros tó közepén gázol a madár, nincs védelme az állatnak szinte sehol. Olyan szinten átmelegedik a víz, hogy 28-29-30 fokos vizeket mértünk, nincs hőrétegződés. Ugye az úgy néz ki, hogyha van egy másfél méteres vízoszlopot legalább, akkor annak a felső 50 cm-re átmelegszik, az alatta lévő vízréteg pedig lassan vezeti lefelé a hőt, és alul marad egy oxigénben dúsabb, hidegebb víz. Ez éjszaka helyett segített a vízforgalom, a körforgalom, hát nincs ilyen. Iszaptól, a fenéktől, a tetejéig ugyanakkor a vízhőmérséket, tehát az oxigén telítettség az katasztrofális, és bárhol, bármelyik percben, bármelyik halastavon megborulhat egy reggelre a rend. Ehhez még hozzájárul az, hogy a hirtelen hidegfront betörések, azok bizony gázfelszabadulásokat eredményeznek. Minél melegebb a víz, annál gyorsabbak azok a bontási folyamatok, amelyek a fenéken oxigén hiányába mennek végre, és gáz termelnek, és ha beállt egy tartósabb meleg 5-6-7-8 nap állandó légnyomással, akkor egy berohanó hidegfront, amikor egyszerre szabadulnak fel ezek a gázfélék, alapvetően metán, kihidrogén és ammónia, azok bizony lokálisan pusztulásokat okoznak, ahogy sajnos potyog is arra a Dunántúli tavakba szinte végig. Ebben az időszakban, idézőjelben mondom, természetesen a kártevők is lubickolnak? Igen. Hát most telített a szalama mindennek. Kócsagnak, kormoránnak, vidrának, hiszen a halnak alig van helye. Nincsenek parti nátsávok, nem tud hova kimenekülni, nincs búvó helye, hiszen mindenütt elérik, még a magyarországi gázlómadarak is. Nyomorult világ van. Szóval azt gondolom, hogy ha én most valamilyen vízilakó lennék, a teknős béka kivételével talán, aki tudja változtatni a helyét, hát igen nagy gondba lennék. Igen nagy gondba lennék, még a békák is abban vannak, hiszen nem tud kiugrani a parton, mert elkapja azonnal valami halkát, valami halfogyasztó madár, vagy hát két értőt fogyasztó madár. Nem tudnák olyat mondani, ami az utolsó beszélgetésünk óta pozitív értelemben változott volna.
de hát ugyanezt élem át én is, ön is, a többiek is, azzal a különbséggel, hogy ma már azért az látszik, amit múltkor is beszéltünk, hogy a vízgazdálkodás problémái azok kivetültek egészen a lakossági vízfogyasztásig. Tehát hamarosan itt nem a halászat fog kiabálni vízért, és nem a növénytermesztés, mi magunk emberek is. Amiről persze 30 éve beszélünk, csak ezt úgy igazándiból senki nem hitt el, mert ez tipikus az a jelenség, amire azt mondjuk, hogy hát ez velünk nem fordulhat elő, de igen, előfordulhat. Előfordulhat sajnos, és hát ugye ezen sokat kell majd gondolkodni annak, aki ebben döntési helyzetben van. Ami a halastavakat illeti és a víztározást illeti, én azt gondolom a halastavak szempontjából egyik legfontosabb kérdés lehetne, ami ma összevág az ország érdekével, hogy minél nagyobb víztározó kapacitásokat biztosítani a tartalékolásra. 123 ezer köbkilométernyi víz van Magyarországon, annyi folyik át egy évben, ehhez még 6-7 köbkilométer, ami itt esik le, és úgy megy el, hogy szinte alig fogunk meg belőle valamit. Nincs víztározó kapacitásunk. Most már dolgozunk rajta mi is, a vízügy is, és most már úgy látszik, hogy talán utat találtunk a döntéshozók felé, és hogy igen, ki kéne kotorni azokat a 60-80-100 éve épült halastórendszereket, amikben több százezer köbméternyi víz elférne a semmire nem való orodható iszap helyett. Ami gyönyörűen föl lehetne használni mondjuk talajjavításra, vagy szigetek építésére, bármire, csak adjon helyet a víznek, hiszen nem tudunk hol vizet tárolni. Nem lehet fölhúzni a csillagos égből gyorsan víztározókat, amik megfognák a vizeket, azokat, amik nem is nagyon vannak. A vízügyes tározók pont ilyen helyzetben vannak. Beszélhetünk Zámai és Pátka tározó szerepéről, csak elfelejtettük, hogy a 70-es években épült tározók felében már nem víz van, hanem iszap. Tehát nem, ahogy a vízi közművek is, ugye a víz alatti részek is, kicsit kiesek a figyelem központjából. Tudomásul kell vennünk, hogy minden áron vízre van szükségünk. Semmire nincs annyira, mint vízre. Nem tudunk meglenni a víz nélkül, és az asszályosodás nem csak azt a problémát veti föl, hogy most éppen kiszárad a kukorica itt vagy ott, vagy éppen nem fog hal teremni itt vagy ott, hanem azt is, ami az összes többi az élettel járó probléma. Például a porosodás az országnak, hogy elképesztő porterelés van. Víz mindent a szél, és semmit nem köp meg a pára. Aztán az, hogy szenved a növénytakaró is, a természetes növénytakaró is, mert ugye, amikor éjszaka a növénynek nem kéne magát hűtenie, akkor van energiára, hogy nőjön és növekedjen, mert nappal nem tud, mert minden energiáját arra fordítja, hogy a leveleket szellőztesse, párotosítja és hűtse le saját magát. Ezek a növények nem tudnak fejlődni, a vadon élő növények se, azok is gyengébek, nem ez sarjú kaszálás. A Dunántúlon, hála Istennek, még volt most egy jó kaszálásunk, mert a májusi-júniusi csapadék megfogta a kaszálókat, és ott volt egy kis fűhozam. De nem lesz sarjú kaszálás, és az állattenyésztés itt fog állni takarmány nélkül, hiszen a alföldi kisült régióban ott nem lesz siló se, mert hát nem lesz mit silózzanak, mert lábon fog elszáradni a takarmány növény. És hát ugye minden mindennel visszafügg, rengeteg öntödési lehetőségünk lehetne, és ki kéne használni. Több sebből vérzik a magyar vízgazdálkodás, de az teljesen biztos, hogy elértük azt a kritikus pontot, ahol már nem csak az állattenyésztés, nem csak a növénytermesztés, nem csak a természet, mi magunk emberek is a víztől fogunk szenvedni, a víz hiányától fogunk szenvedni. És ki kell mondanunk, hogy bizony nem csak nemzeti vízstratégia kellene, hanem most nagyon okos dolgok kellenének, én csak mondanám a Magyar Háza a Mechanizmus című kis mindenkinek szóló filmecskét annak idején, amiben jókat nevettünk, ugye, akik úgy hozzáértettünk, de rengeteg embernek szüksége volt rá, hogy pontosan mi mit akar. És az is egy egyéni stratégia, hogy nem kell kétszer annyi sampont nyomni a kezedbe, mint amennyi kellene egy hajmosáshoz, nem kell háromszor samponozni a fejedet, mert egyszerre is leviszi róla a sampon a zsírt, és nem kell naponta háromszor fürödni, hogy elpocsékoljunk 300 liter vizet, mert nem lesz vízünk. Minél kevesebb a víz, minél kevesebb vizet használunk, ez egy másik vízecsapódás, és minél több vegyszerrel, kegyszerrel kezeljük, annál több szennyvizet gyártunk. Azzal is le kellene állnunk, kevesebb szennyvíz kéne. Az utóhasználatok, a szennyvizek, a tisztított szennyvizek 99%-át felszíni vízfolyásokba vezetjük bele. Ezek a vízfolyások mennek tönkre, mert a szennyvíz tisztítókból kikerülő nitrogén-foszfor elpocsolyásítja, fölteríti növényzetet a csatornákat. Ki kell takarítani a csatornáinkat. A belvízre vezető rendszereinket, amelyek a halastavakat is ellátják,
el kéne látni tiltóval, hogyha adja az Isten valamikor, bőséges csapadék lenne, azonnal zár le, ne enged elfolyni, ameddig csak lehet tals helybe, amíg nem okozkált egy belvízként, és hadd szivárogjon be a talajba, töltse fel a talajt, mert a kutakvíz szintje is leesett. Tehát nem akarok végigmenni megint ezzel a probléma halmazon, a múltkor már elég szépen, elég sokat beszéltünk mindenről, csak azt szeretném, hogy mindenki megértené, hogy a legközelebb vagyunk ahhoz, hogy Magyarországon is kincsé váljon a víz, nem szabadna eljutnunk ide, okos az egyéntől a döntéshozókig terjedő döntési láncokba kellene gyorsan cselekedni. A gyorsan szó a szó szerint azt jelenti, hogy gyorsan, mert most beszélhetünk bármiről, de szó szerint háború van az éghajlat és köztünk a benne élők között. És ez a háború, ez nem nekünk ám most nyerésre, mert nagyon kevés a fegyverünk, és ez a kevés fegyver is viszonylag lassan használódik. Gyorsabban kellene dönteni rengeteg dologba ahhoz, hogy ezek a helyzetek, amik most köznapivá fognak válni. Hát látjuk, tavaly az volt, tavaly a száj volt, tavaly előtt az volt, 3 éve az volt, nincs időszak az országnak az utolsó 10 évben, amikor lett volna egy 60 centis hó. Egy 10 éves gyerek nem látott havat Magyarországon. Egy 10 éves gyerek nem korcsolyázott a Velencei tavon vagy a Balatonon. Hát mikor, hol? Hát a mediterránnál válásnak ez a kiszáradása és ez a csapadék hiánya, ez állandósul. A trendet kell nézni. Van egyszer egy vizes év, meg van egyszer egy aszályos év. De most nem arról van szó, most egy trendről van szó, amit 25-30 éve megfigyelhetünk, hogy tolódunk kifelé. És mindegy 30%-a több napsugárzás jelenleg érkezik az országba. És elképesztő UV-sugárzások vannak, amiket én, aki itt élek benne, és ebbe éltem 40 éve is, érzek magam, ha én érzem az én bőrömön, aki ezt látja, az láthatja, hogy azért ez elég sokat volt szoláriumban, itt a természetes szoláriumban. Na most, ha én érzem már ezt, akkor mi van azzal, aki egyébként normális emberként éli az életét, tehát nincs kint napot a 6-8 órát. Tehát károssá válik a napsugárzás, és ebben mindben benne van az, hogy nincs elég csapadék, nincs elég pára, nincs elég, és soha hatnánk tovább. Tehát ha visszatérve az alapgondolatra, és egy kicsit elkondoztam, és elnézést kérek ért a kedves nézőktől is, nem látok ma kiutat a halászat idei évében, mit lehetne csinálni. Az a baj, hogy ha most január 1-e lenne, és megfogalmaznák magvas gondolatokat, akkor se tudnák mit. Mert mindent lehet a halászatba is, csak víz nélkül halat termén, azt még nem. Hát azt mi nem tudunk. Hát az a bajunk, hogyha nem találunk olyan stratégiai megoldásokat, olyan lehetőségeket, amikben a halastavak iszapkodása, a csatornarendszerek rendbetétele, a vízvisszatartás millió és millió módozata, akkor baj van. De én szívesen mutatok egyébként egy anyagot, 2002-ben vagy 2003-ban csináltunk, mert akkor is volt egy nagyon, már akkor is itt volt ez a periódus, csak ennyire nem fájt még talán, amiben a programban azt írtuk le egy sráccal közösen egyik kutatóintézettől, hogy mit kéne csinálni mondjuk tanyató program címmel. Éppen a tanyák voltak soron. És ugye azt mondtuk, az volt az alapvetésünk, Magyarország egyetlen települése se volt, ami ne víz mellé települt volna. Hiszen nem is lehetett megélni 100 éve se víz nélkül, csak akkor még közvetlenebb módon az állatot itatni kellett, a növénykéket öntözni kellett, az emberek ugye közönséges módon járultak a vízhez, nem közművek révén, hanem gémes kutakból, tehát a víz fizikai hiányát pótolni se lehetett csővezetéken szállított vízzel, mint most egy nagyváros vízellátása, mondjuk az Erzsékavicsnek, azt mondom, nem voltak ilyenek. Tehát a vízzel ott kellett élni az embernek szimbiózisba. És minden tanyánál, minden falunál ott voltak a maguk természetes víznyerő helyei. A mellette futó patakocska, az ott lévő kibányászott agyaggödör, amiből vályogot vetettek, a tanyák mellett az állatitató, ezeket mind betömtük szeméttel, hagytuk a francba, jön a víz a csapon, és mi írtunk egy programot arról, hogy mit kéne ehhez csinálni. Ezeket föléleszteni. Van az országban 12 ezer disztó. Elképesztő pénzért tartunk fönt pár 5-től 50-150 négyzetméterig disztavakat. Imitáljuk benne azokat a egyébként nagyon mutatós és szemrevaló és esztétikailag a mai divat szerint meggyőzőnek tűnő trópusi csodákat, amik tényleg szépek egy diszkertben. Nem kell ezzel a vízzel locsolni, inkább ezt a vizet megfogni, a ciszternából leengedni. Nem kellene esetleg a kis házi szennyvíztisztítók vizeit úgy tágozni és felhasználni, ahogy ezeket lehetne. És még 30 ilyen megoldást leírtunk ebbe, miért nem nevelünk azokba a kis tavakba halacskát? 50 kiló halból egy család egész évben meg lehetne a halállátása, és hobbiból a gyerek megedethetné őket. És 100 meg 100 ilyen megoldást.
elő kéne venni a józan paraszti eszünket, és nem hatalmas disziplinálba gondolkodni, hanem adokba a kis helyi megoldásokba. Ha hárman összeállunk, mert a kertünk végében van egy mélyedés, ahol szokott lenni víz még öregapám idejében. Mélyítsük már egy kicsit le, nézzük meg tavasszal, összefut-e benne a víz. Most beszéljük meg a szomszéddal, hogy vegyük már bele 20 darab palat, azt neveljük, vagy tegyünk le 3 kacsát, hadd etesse a gyerek, hogy lásson ilyet is, vagy éppen ebből öntözzünk már, és nem abból a klorozott ivóvízből, ami a gyöpnek se jó, meg a pénztárcához se jó. Tehát elő kéne venni, kicsit vissza kéne lépnünk oda, amikor még közel voltunk a természethez. Elidegettünk mindentől, mindent készen kapunk. Sajnos azt kell mondjam, hogy elbutulást eredményez. Az innovációnak, az előrelépésnek a legnagyobb hajtóereje a kényszer. Na most van kényszer, na most gondolkodni kéne benne. És hát persze most rengeteg dologról beszélhetnék is, itt energiaválság is van, meg minden. A szívem szakad meg, amikor a szántóföldeken látom a napelem táblákat. Miért nem teszük a tóra? Dánia, Hollandia, a vízre építkezik, oda teszi a napelőműveit. Pedig Dániának aztán pocsék talaja van, semmire való mezőgazdaság, már talaj szempontjából. Egy négyzetmétert nem épít be. Az egyetlen olyan kincs, ami folyamatosan fogy a világon, az a víz meg a föld. Ez a kettő minden nap kevesebb. Mert ahol esik ott olyan óriási károkat okozva is bőségesen, az eloszlás ugye megváltozott, a földből pedig minden nap több száj van, és minden nap kevesebb. Minden nap építünk valamit, minden nap egy új út keletkezik, minden nap valamit elfoglalunk, amit elvettünk tőle. És minden nap arra kényszerítjük saját magunkat, hogy még valami újabb technológiával, technikával zsaroljuk ki a maradékot. Nem ez kéne. Kicsit okosabban használni azt, ami megvan, és egy kicsit jobban odafigyelni arra a fogyasztásra, amit mi egyébként ezügyben elkövetünk. Én nagyon örülnék annak, hogyha lennének mondjuk olyan vitaműsorok, amik valamikor voltak a televízióban. Ha összehívnálak néhány olyan potentátot, aki szakmailag áll a kérdésekhez. Nem az aktuális politikai szituáció, most éppen háborúzunk az ukránokkal, vagy nem kapunk gabonát, vagy nem. Nem ez a kérdés. Magyarország túlélése kicsibe és nagyba. Talán nagyon nagy szó a túlélés, de higgyék el, hogy ezer meg ezer millió és millió élőlének már ez az aszá is a halálát jelentett. A kiszágodó pocsolyák helyén nincs víz, eltűntek az altalajvizek, azokban óriási élővilág volt. Egy hektár halastó, ha az eltűnik az a vizes közeg, abból millió és millió élet pusztult el, egy élő darabja az ökoszisztémának. Egy hektár szántóföldön a világon semmi nem történik. El lehet menni 300 métert, 500 métert, ezret egy kukoricaföldön, egy bogára nem találkozó, mert az ember érdek az, hogy kiítsunk mindent belőle. Bogarat, lárvát, gyomot, mert nekünk kukoricára van szükségünk. De ez nem az élet. Az élet az az, amikor olyan szimbiózist tudsz magadni a természetet, hogy te se pusztítod túl, meg ő is kedves hozzád. És akkor talán kevesebb járvány lenne, kevesebb pusztrált ember lenne, kevesebb probléma lenne, ha tudnánk egy kicsit a saját magunk bajaival, mi magunk is törődni. Ez az egész beszélgetés csapongásra tűnik egy kicsit, de valahogy mikor veled szembe ülök, akkor mindig van egy olyan érzésem, hogy most egy kicsit gondolkodva és okosan kell beszélni, és nem úgy, mint a haverommal, vagy éppen egy pohár fröccs mellett, hiszen azért nem mindegy, hogy hány ember, hány ezer ember látja a mi beszélgetésüket, de gondolkodjon el mindenki rajta, mennyi minden volt a gyerekkoromban. Persze könnyen vagyok vénkoromnál fogva, sok mindent láttam, hogy már el sem lehet mondani, mert nem hiszik el, hogy volt ilyen. Hogy gyerekkoromban azért kaptam rendes, tisztességes elpuházást, kérlek szépen a szilva lekvár főzők annál öreganyámtól, mert a kis patakocskát, ami a kertünk végébe futott, az öcsémmel rendszeresen gátat építettünk rá. Ez még úgy nem lett volna hiba, mert 50-60 centis vizecskét tudtunk duzzasztani, mert kézzel meg sárral tapasztottuk ki ezt a kis gátacskát. A hiba az volt, hogy ez a kis víz, ami föltoródott mögötte, az megnyomta az altalajvízszintet, és a szomszéd pincébe úsztak a hordók. Na azért már, mikor másodszorra szóltak öreg anyámnak, hogy a Feri gyerek már megint úsztatja a hordókat, mert tavakat épít, akkor azért már nem olyan szépen beszéltek vele, mint hogy én ezt elmondom. Na melyik gyereknek van ilyen élménye? Hát nincs a kert aljában víz, nincs a kert aljában patak. Tehát visszatérve az alapgondolatra, és ez nem csak a halról szól, hanem arról is, hogy nem hiszem, hogy van ma fontosabb dolga Magyarország egy részének legalábbis, mint az, hogy azt a meglévő értéket, ami megvan, óvja, és minden tegyen meg azért, hogy ebbe az országba víz maradjon.
jó, hogy ezt mondtad, bocsánat, hiszen az elmúlt héten láttam a Nagy István agrárminiszterrel egy beszélgetést, ahol a vízstratégia kidolgozását ígérte, és én bizakodó vagyok, mert ő helyek közzel ugyanazt mondta, hogy ettől a pillanattól kezdve egy hosszú távú megoldást kell keresni. Tehát nem adhok megoldásokat a szárazságra, hanem hosszú távú megoldásokat, és erre egy szakértői csoportot már fel is kért. Én bízom benne, hogy ez így lesz. Ugyanakkor jöjjünk vissza Réti Majorba, hiszen kitört a nyár, szünet van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak szabadságon, és hát azt tudjuk, hogy esztendőre sokan látogatnak el ide. Hogy áll a horgászturizmus annak tükrében, hogy víz alig van a tóban? Mi szerencsére nem sírhatunk. Az ország talán egyik legjobb rendszere a nádor, malom, nádog és gaja rendszer, nem csak azért, mert a Székesfehérvári vízügyi igazgatóság példátlanul jó gazdája, ezt nyugodt szívvel mondom, mert 50 éve ismerem a ténykedésüket, és az igazgató úr, a Csonki Pistában még kezdőszakasz mérni korábó pályatársak vagyunk, csak én a halőmök a vízoldaláról, tehát egyrészt rendkívül empatikus és abszolút megérti a problémákat, másrészt ő operatív is, és bármikor segít is, tehát ha éppen az a kérdés, hogy a soponyai tágozóból öntözni kell, és a kislángi tágozót zárjuk le, vagy itt nálam kellene gyorsan két tavat föltölteni, mindig megtalálja a megoldásokat. Tehát az, hogy a helyi vízügy rugalmassága az egy mérvadó dolog a vízhasználatok között, az egy teljesen bevett szokás nálunk, ez egy unikum sajnos Magyarországon, így kéne lenni mindenhol. Már a Hortobágyi térségben nem így vagyunk mondjuk a vízhasználatok elosztásakor, tehát ennek nagyon örülök. Másrészt nekünk azért még a Dunántúli karszt rendszer föltöltéséből van egy kis tartalék vízünk mindig, meg hát abból is, hogy viszonylag sűrű lakott a térség, és a tisztított szennyvizek azok bizony belekerülnek a nádor csatornába, egy öntisztulás után jönnek felénk, és ezekkel a vizekkel nekünk a mennyiségi problémáik megoldódtak. Most azt mondom, hogy talán ha nálam hiányzik 20-25%-nyi víz, akkor én még jó megúsztam, nem így vannak a kollégáim sajnos. Ami a horgászturizmust illeti, köszönjük szépen, az van nagy és eredményes és jelentős. Itt inkább két dolgot kell látni. Azzal, hogy a szép kártyát hagytuk, hogy élelmiszervásárlással lehessen költeni, a turisztikai ágazat alól kihúztunk azért egy párnácskát a feje alól, egy kicsit lejjebb került a feje, mert bizony sokan voltak úgy, hogy ha már úgyis itt vagyok és bevásárolok, akkor a kártyába egyszerűbb. És ugye ezt a kártyát alapvetően arra találta ki a kormányzat, hogy alapvetően a vendéglátást, a turizmust, azt a szolgáltatás rendszert táplálja, aminek szüksége van az országnak. Talán ez majd újra helyre fog állni, és akkor egy kicsit jobban ide tereli az embereket, és több pénz kerül, de azt kell mondjam, hogy a vendéglátás turizmusban nálunk nagy üzem van, hála Istennek folyamatosan le vagyunk terhelve, nagyobb gondom, ahogy mindenki másnak a vendéglátásban, honnan veszem a szakácsot, meg a felszolgálókat. Itt bizony be kellett vezetnünk néhány év után, hogy a hétfő a szabad nap, be kell zárnunk hétfőn, nem tudunk még üzemélyebédét se főzni, mert a két szakács, apa, fiam példása jók és helyiek, és de a hétvégi 3x12 óra után a hétfőt ott kell hagyni, hogy kedden is tudjanak még dolgozni, tehát ez egy kicsit megvisel bennünket, de büszkék vagyunk, ahogy szinte 80% a visszajáró vendég. Egy új jelenség jött most, ha még nem beszéltünk róla a múltkor, akkor hadd mondjam, nagyon sokan vannak, akik szombat-vasárnap elviszik inkább az ételt, nem főz otthon, azt mondta neki is, pihenni kell, szabadságom van, rendel egy halastálat, egy húsastálat, egy feltétet, ezt, azt, amaz, és akkor jönnek érte. Ez azért csak azért meglepő itt nekem, mert ez Budapesten bevett szokás, és a világ rengeteg táján így van, de azért ezt a Covid hozta egy kicsit ki, hogy rájöttek arra az emberek, hogy ha már nem lehet közösségbe menni, és otthon éppen összejött a család, mert névnapot tartunk, akkor ne kelljen már konyhába sülnöm még hétvégén is, hanem akkor ott van a lehetőség, hogy megendeljük a Feriéktől, aztán jönnek. Úgy érezzük, hogy a vendéglátással, a turizmussal biztos, hogy nem lesz baj az idén, se a forgalom nagyságát, se a bevételt illetően. Mi nem követtük a balatoni példát, ha nincs 1000 forintos lángosunk, mi azt a néhány százalékot tettük rá az árainkra, amit a beszállított alapanyagoknak az áfája miatt, vagy hát az áremelkedési miatt kénytelenek voltunk rátenni, de én a sűrű fillér híve vagyok, nálunk meg lehet ebédelni tisztességesen egy családnak, és nem megy rá a félhavi keresetem, mert én hiszek abba, hogy ha az emberek bizalma itt van, és szívesen jönnek hozzánk, akkor nekünk ez jövőre is befektetés, ez a viselkedés, és nem az, hogy most éppen
most meg lehetne húzni még 50 ezer forinttal. Egyszer biztos lehetne, másodszor már nem, és nem is akarunk erre törekedni. Úgyhogy köszönjük szépen, ezzel jól állunk, örülünk annak, hogy a saját termékeink jól fognak, saját borunk van, a bioállományból következően saját hússal dolgozunk, saját felvágott félékkel, és törekszünk arra, hogy amit csak lehet, azt natúr és nem konzerv formájába tegyünk ki. Számüzöm lassan már, szorítom kifelé a hasábburgonyát olajba sütve, és próbálunk minél egészségesebben étkeztetni, vagy szolgáltatást nyújtani másodnak, több zöldséggel, több idényjellegű kínálattal, gyümölcsel, és minden mással, amit itt a vidéken könnyebben be lehet szerezni. Én nagyon örülök annak, hogy ezt a lábát is fejlesztettük az évtizedek alatt az aranypontnak, mert ha most csak a halon lennénk rajta, és csak a halból kellene megélnünk, akkor bizony elég rosszul állna a szénánk, mert hát ugye azért közel nem olyan jó a hal helyzet, mint 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt, amikor bőségesen volt víz, sokkal kisebbek voltak a természeti károk, és hát ugye a horgász társadalom dinamikus fejlődése miatt fölfutott a haltermelés. Most azért minden egy kicsit stagnál, minden egy kicsit áll, a halászatot nyomják a már előbb említett negatív tényezők, de a turizmus és a szolgáltatás rendszer többi eleme, a gyerektábor, a horgászat, azok hála Istennek a helyükön vannak. És örülünk annak, hogy kialakult egy ilyen réti majori kör, ahol azért az emberek szívesen figyelnek a dolgainkra, és nem nagyon sokszor találkozok itt sétáló emberekkel, és megkérdezem, hogy keresnek valamit, hogy segítenek. Nem léva jó, csak annyira örülünk, hogy itt nyitva van a sorompó mindig, hogy bejöhetünk, és csak sétálunk egyet, nem foglaltunk asztalt, nyilván nem fognak tudni helyet adni már, de itt lenni maguknál az már egy öröm, és hát én örülnék annak, ha megnéznétek majd a kamerával kifele menet azt a lótuszültetvényt, ami sajnos gyönyörűségesen szép, de ékes példája annak, hogy bizony már nem mediterrán, lassan már trópikus időjárásban fordulunk időnként, hiszen ezt a lótuszt, ezt beszéltük már tavaly is, 4 vagy 5 éve hoztam még Hollandiából, vagy nem, ezt még Egyiptomból, onnan származik, és hát először a melegvizes ágába tettük itt réti majorról bent egy csatornának, és saját magától elment a hidegvizes ágba is. És akkor gondoltam, hogy nézzük meg, mit csinálna csak úgy natúr környezetben. Markolóval kivettünk és áttettünk 3 hely, és egy helyen megmaradt. Na azt a csodát nézze meg mindenki. Egyébként Ázsia, szerencse, tisztaság, jólét, szimbólum a lótusz, és ha az ember ott megáll a 100 meg 100 nyíló virág előtt, tényleg azt érzi, hogy szerencsés, hogy láthat ilyet. Az most más kérdés, hogy jobban örülnék, ha 30 szentiséget látnák januárban, és jégszálkolt a Balatonon vagy a Velencei tavon, de hát ennek vége, most azt kell élveznünk, amit ez a megváltott időjárás nyújt.